Civil fecskementős köttünk a barátainkkal Keszthelyen, hétfőn reggel mentünk le Keszthelyre, és borzasztó állapotok uralkodtak, tehát szinte apokaliptikus látvány volt, ami fogadott minket a városi strandon. Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy több ezer elhullott példány volt szerte széjjel a strandon, a mólón, behúzottak a nyitott éttermek terasz alá, ott az éttermesekkel is találkoztunk és beszéltünk, és rengeteg ürülék volt, tehát látszott, hogy nem 10-20 fecske fordult meg ott, hanem több száz, és éppen takarították a romokat, illetve hát az elhullott egyedeket. Közöttük is voltak még élő példányok, és őket is próbáltuk menteni, illetve az éppen leesett, tehát ahogy sétáltunk, folyamatosan hullottak le a földre fecskék, futottunk, szedtük őket össze, raktuk be a kocsiba, ahol ugye szobahőmérsékletet csináltunk nekik, minél többet próbáltunk megmenteni. Kint a mólónál volt nagyon sok fecske, aki egy ilyen félfolyosóra be tudtak húzódni, és ott ültek fent egy fal részen, és az alatt egyszerűen rengeteg példány volt. Tehát látszott, hogy folyamatosan, ahogy hűlnek ki, hullanak le, illetve hát az elhullott példányokon próbáltak melegedni, összebújni az elhullottakkal a még élő fecskék, tehát hogy borzasztó volt, és ez szerintem mindannyiunknak beégett, akik ezt látták, és ez így örökre megmaradt, tehát szörnyű volt az egész. Hát ilyen több mint 100 példányt sikerült megmentenünk, illetve nem megmenteni, csak mentőhelyre vinni, tehát hogy őnekik is valószínű az egynegyedük, ha túlélte, fenékpusztára vittük őket. A vadmentők éppen ott voltak, amikor mi is érkeztünk, és nekik tudtuk odaadni, ők pedig Sóstói mentőközpontba szállították őket, hogy ezt a hosszú utat vagy hányan élték túl, vagy hányan se, azt sajnos ugye mi sem tudjuk. Őszintén eleinte megpróbáltuk számolni, aztán utána már igazából csak tettük a dolgunkat. Mi úgy számoltuk, hogy egész biztos, hogy egy 300-nál több madár ment át a kezünk között. Ezeknek egy részét természetesen nem sikerült sajnos megmenteni, de én azt gondolom, hogy még így is az önkéntesekkel együtt nagyon szép eredményt zárhattunk. Én magam voltam Kenesén, Akaratján, Füreden, átvevő önkéntesünk volt közösen a Fehér Holló Vadmentő Alapítványa Balatonfüreden, illetve vettünk át balatonpoglári önkéntesektől is madarakat. Általában lehetőség szerint, amint lehetett enni kaptak, ezek a madarak, amint lehetett melegre helyeztük őket, a gyűjtőpontokon folyt az etetésük, folyamatosan is utána kerültek hozzánk, az erősebbek külön egy szobába, ahol táplálék, víz, minden adott volt az ő számukra, a gyengébbeket pedig kézzel etettük. Én őszintén büszke vagyok magunkra, egy viszonylag kis csapat vagyunk, annál lelkesebbek vagyunk, én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép eredmény.